Szívesebben ütnél meg itt a hölgyeket? Nem! Amikor egy végrehajtót fogtok nyakambágni, aki orális szexre készteríti a kizsákmányolt embereket! Mit tennél, ha a szerelmedet erre kényszerítené valaki? Megölnéd? Megölnéd? Megölnéd, igaz? Vagy az édesanyádat? Ez a végrehajtó, aki ma itt van és aki elmegy, azok képesek rá! Isten, ellenünk védez! Azért jöttél ide ki! Jó, kicsit nézzétek szét a neten! Vagy az a katona, aki megtaladta a parancsot. Láttátok ezt a YouTube-on? Munkavégüle. Vagy a polgárok. Vagy a polgárok, igen, letették a parancsot. A néppel vannak. És azóta Bulgáriában jobb az élet. Amikor a görög rendőrök a tüntetők mellé álltak, azóta a bíróság egész egyszerűen azért, mert átverték az adóst, csak ennyi. És megítéli, hogy ez uzsora. Görögök hívtak fel, hogy mit szabadunk még ezzel, miért nem rohanjuk le a rendőröket? Mert nekünk még van szívünk. Nem akarjuk, hogy megsérüljetek. Szerintetek, ha most itt mi előrébb lépnénk még 4 lépést, akkor mi történne? Összeverekednénk. Egy darabig védene benneteket a pajzsatok. Lehet, hogy ma még megint be tudnátok vinni. De aztán jövünk egyre többen. Még többen. Akarjátok ezt? Nem akarjátok? Rajtatok múlik, hogy meddig szipolyozzák még a családotokat. A holnap el tudjuk rendezni, azért mert azt mondjátok, hogy nem álltok tovább melléjük, akkor az édesanyátok lehet, hogy az idén még 1 millió forintot nem fizet be. Számoljatok már egy picit, fiúk hölgyek! Ez nem csak azon múlik, mit mondtak a főnökeitek, és nem a holnapon múlik. Tegnap előtt több kollégátok is azt mondta, hogy ő letenné a pajzsot, a többiek is. Mire látok? Kérdez, szép hogy ő is letegye? Hát fog meg a kezét. Jelezd neki, hogy te már letennéd. És te is arra vársz, hogy végre ő szóljon, mert ő van ezért köztetek. Hát szólj neki, hogy gyere fiam, akkor ő már letenné. Hagyjak már ezt a szart. Üljünk vissza az autóba! Nem kell aktívan jönnötök, csak engedjetek be! Mi ezt elrendezzük, higgyétek el! Elég csak azt mondanatok! Azt mondanatok, hogy megtalálom a tűzparancsot! Mert az, amikor ellenünk álltok, az is egy tűzparancs! És nektek a tűzparancs megtaladására jogotok van! Ha nem egyeztethető össze a lelkiismeretetekkel, akkor ti mondhatjátok azt, hogy ezt már nem csinálom! Ennyi volt, ezen túl nem teszem tovább. Mariant! Elkészült erre? Hogy arra készüljön, hogy meg is? Mit tennél szívesen? Megütnél, vagy letennél? Adás az ész, én meg dumálok. Ketten vannak köztetek, mert ő nagyon jól megfigyelő, akinek van botikapia. A többi, mint csatóit. Ha ő azt mondja, ott azzal, a botikapival, hogy üsd meg ezt a bokos és a kosköcsögöt, aki azt mondta, hogy basszátok meg. Ezt mondta. Emlékszel rá a helikopterben? Azt mondta, hogy basszátok meg. És nem hagyta, hogy egy népet elnyomjanak. De hogy nem? Hát azt hittem egyeztetni a kalibáció. Gyere, hanem oda hozzám, hogy itt menek egy. De most nem egyeztetél vele? Nem. Van hozzá tartoságot? Képes lennél rá? Elég, ha csak mosolyogsz. Fogd meg a kezét.
gyertek együtt. Menjünk együtt, és mondjuk már neki. Nem csináljuk. Nem kell megtaláltak a végrehajtót, hagyjátok, hogy mi legyen. Elintézzük nekünk. Ne tegyen magyar nőknek szexuális ajánlatot. Kérdezzük meg a Helsing biztosítás parancsnokát, hogy jöjjön ide a sorafalhoz, mert bűncselekmény történik a beosztott rendőrök részéről. Nem hajlandó tájékoztatást adni, hogy milyen otból van lezárva az utca. Kérném szépen a Helsing biztosítás parancsnokát, jöjjön ide a Béla utca 9-es számú ház elé. Másodszor kérném szépen a rendőrség jelenlevő egységének a Helsing biztosítási parancsnokát, jöjjön ide a 9-es szám elé. Tehát bűncselek, mint követnék el az alasztott törzőre. Azonnal utána megyek. Az úr szeretne őt kérdezni valamit. Ha ön a parancsnok, legyen szíves közeljönni, mert tájékoztatást szeretnénk kérni rendőrségi törvényben. Kötelezően előírt, hogy adja meg a tájékoztatást, miért van lezárva, és miért követnek el bűncselek, mint a beosztottjai. Azt mondja, nem ő a parancsnok. Akkor valaki nem mondott igazat, elnézést itt a számát. Nem megmondom, de 26. Nem látom a számát, jól a rózsásat. Akkor hölgyek úr, akkor harmadszor megkérdezném, hogy jelenlevő kívül tudja valaki, hogy ki a helyszíni biztosítás parancsnoka? Senki nem tudja? Semmit nem tudnak. Csak annyit tudnak, hogy a hazájuk ellen fordulnak. Akkor a dokumentáció kedvéért mondanák valamit, hogy 28.791-es sem tudja. 23-as 874-es számú sem tudja. Én is 28.841-es számú sem tudja. 28.695-ös. 28.778-as. 28.779-es sem tudja, és nem hajlandó tájékoztatást adni. Tehát ez nagyon furcsa a népnézőből fenntartott intézmény. Semmibe veszik a rendőrségi törvény és a szolgálati szolgálat előírásait. Akkor negyedszer megkérdezném, hogy keresünk látszót, hogy helyszíni biztosítás parancsnokot, hogy a tájékoztatást megadja. Köszönöm szépen! Mondja, amit akarsz. Ti mennétek, fiúk? Ti mennétek? És kilakoltatnátok a családotokat? Amikor mi fogjuk majd ott fürdeni a házukat? Ott fogunk összekapaszkodni. Így fogunk összekapaszkodni. Kicsit adjuk. Így fogunk összekapaszkodni. És el kell dobnotok a kezünket. Nem fog sírni az édesanyjátok. És ő meg fogja köszönni, hogy az életünket is hajlandók voltunk áldozni azért, hogy őt ne lakoltassák ki. Mert elvennék az ő házát is. Ez egy ilyen mocskos rabló, köszönöm. Szép lassan, személytelenül kiadják a parancsot. Ezek képesek rá, nekik csak egy tolvadás. Nektek kell velünk szembenézni. Nektek kell megfogni. Milyen érzés megfogni egy 60 éves küzdőnőnek a kezét és elvezetni? Milyen érzés az? Még egy jön neki, mert szerintem. Jó érzés? Kellemesebb megfogni a szerelmet. De hogy fogsz tudni a szemébe? Lehet, hogy már meghalt az utcán. Mi baj van? Megkérem az egységparancsokat, hogy akik beszállnak a kocsiba, azoknak a szállát is legyenek kedvesek leadni. Hogy később, amikor majd elszámoltatásra kerül a sor, akkor tudjuk, ki az, aki ellenünk volt, ki az, aki a magyar nép ellen bűncselekményt követett el. Nagy édesfenyegetésnek. Bízom benne, hogy nem jutunk el addig. Itt van ez a kamerás is. Én hiszem azt. Szeretném látni a kilakoltatott egyéneket, hogy élnek-e még. Úgy beszélgetnék vele. Úgy tűnik, gyerekek, amikor a kamera előkerül, az mindig összecsejtett. Nagyon hamar elkezdődik a harc. Olyaj. Nézd, csak a mellényesek is vonulnak hátrább. Egyre jobb, egyre többen vagytok, egyre erősebbek vagytok. De vetköznek. Kiadják a parancsot, te fogsz a legjobban ütni, igaz? Hátrak nem ott állnak. Kinézek magadnak. És mit fogsz otthon mondani? Összevertem egy köcsögöt, aki a népre esküdő. Vagy egy öreg asszonyt. Jó, látjuk. Tényleg van férjed. Ő is doid.
Tele szerre húztak egy figurát. Megint össze vettem valakit. Nagyon jó. Nem csak vagy az igazi ellenség. Nem? Tegnap sokan mondták közületek, hogy szégyellik magukat, és többször mondták, gondolták, hogy leteszik az esküt. Nagyon sokan mondták nekem. Ő már letennék. Hát, és aki itt mosolyog a szégyellik magukat, sok kollégája letennék. És aki mosolyog még az patkányt. Meg is értem őket. Hogy válogatnátok? A lányok ütnének minket, ti meg a nőket? Másik ő is letennék. Most húzunk egyet? Tedd le nyugodtan. Semmi bajod nem lesz, majd fölveszed, ha mész. Szerinted egy súlycsoportban vagyunk? Ugye letennék? Mondom, Béla, aki nem olyan fog meg. Elvették tőle a kamerát. 28, 81! 23, 3, 74! Soroljad! Ezek mind ti vagytok! Ti vagytok, akik itt velünk szembeálltok, és megakadályozzátok azt, hogy megakadályozzunk egy család kilakoltatását. Igen, minden szám mögött egy ember van, egy lélek, egy szempár, és meredtek magatok elé. Összetudjátok, hogy mi zajlik bennetek, mert jó emberek vagytok tulajdonképpen, de van egy parancs, amit nem lehet megcseszni, ugye? A parancsot mindig végre kell hajtani. Mindig, minden körülmények között a parancsot végre kell hajtani, mert ha nem, az felbomlik a rend, ugye? Nem bomlik fel a rend, mert az a rend, amit ti képviseltek, képviselnétek valójában, az az igazi rend, hogy megtartóztatjátok ezeket a szemeteket. Nem fogtok abban sorba állni, amikor majd eljön annak az ideje, hogy le lesznek tartóztatva, mert le lesznek tartóztatva. Gondoljatok csak bele, 4 millió deviza hiteles van. 4 millió! Mit csináltok, ha megindultok? Olyan nagy a társadalmi feszültség. Amikor robban majd egyet, egyik percről a másikra, hova fogtok elbújni ebbe az országba? Hova fogsz elbújni 23 vagy 874-es? Hova? Nincs lehetőség elbújni. Mindenkit nem lehet fegyverni. Nincs lehetőség mindenkit. Emlékezzetek 56-ba. Mi is volt 56-ba? Mindenki mondta, hogy én nem. Én nem voltam, én veletek vagyok. Mint jó múltkorában egy kilakoltatás után véletlenségből találkoztunk az Zoltán Levente végrehajtóval, aki már több száz szaládot tett rontalannál, így mondanod a bűnszövetkezetbe, amihez ti asszisztáltok, és amikor oda mentünk hozzá, remegett keze lába, pedig csak páron voltunk, és amikor emlékeztettük, hogy milyen tervezőséget folytat, azt mondta, hogy ő olyan rendes ember, hogy velünk van, hát annyira velünk van persze. Na, hova fogtok bújni? Hova fogtok bújni, hogy ez a 4 millió deviza hiteles, mert már nincs ennyi hiteli. Ha megindul, hiába hangosít, nem fogjátok tudni megállítani őket. Nem fogjátok tudni megállítani őket. Ebből csak mi jöhettek ide szeretek. Mi nem? Hogy útlezárás lennék a dolgok. Mi nem? Úgyhogy gondolkozzatok el ezen. Még nem késő. Amennyiben a továbbra is területen marad, szabálysült és követelni. Igen, Művelti terület, ilyen nincsen, ilyen dolog nincsen.
nekem egykor tized lenne, a második rendőrségi törvény. És neked ezen volna az életem, akkor én ezt fogadnám neked. Nemtől kezdve a szabálysértési követke. Nincsen se rendkívül ápolcsesztőség állapot. Ebből a házban szeretnék a földszinti lakásban valamit, egy pár főzöttségbe bemenni, és ennek amennyiben nem tudom kártérítési következmény, és önelem meg büntető jogi következmény, az 27-846-os. Tehát akkor ön adja nekem ezt a jogellenes követ. Tehát akkor elnövést vegyél a fenyegetés illetve a hajolás hatásának kételeztek elmenni. És nem jön. Uram, ez nem tájékoztatás, mondom, hogy szeretnék bemenni ebbe a házba, van 4-5 lakás. És gondolom, hogy nem mind az 5 lakásban nincsen művelet. Tájékoztatva a művelet vezetője. Nem én vagyok a művelet vezetője. És a 28-695-öt sem fogom összelehetni. Egyik ötödet sem. Még egyszer mondom, az előszak hatására fogok kimenni. Még akkor sem. Hát de figyelj, ez fizikai fenyegetés, és itt vannak a szervezeti bűnségeidei, vagy 30 ember. Tehát egy mocskos hatalom, egy előre kitervelt kifosztásban arra kötelez benneteket, hogy ezt a piros pólóst jól merjétek be, vigyétek be. Elmondjátok majd, hogy a családok kitették és kivéltétek itt az utcasarkon. Fogtok róla mesélni, amit ma hallottatok, hogy a gyerekek ilyenkor állami gondozásba kerülnek? Hány ezer van már? Van nektek kis húgyotok, vagy kis öcsétek? Ha ők elmennék a családból, csinálnám. Ő nem érte? Hagynád, hogy megtegyék? Nagyon sokba kerül a tűz, úgy van egy-két lett belül nyugodtan. Nem lesz belőle semmi baj. Ha most rátámadnátok, lehet, hogy nem bántanánk ezeket, úgyhogy nyugodtan leveheted, ha meleged van. Bocsi. Nézzek, felgyújtották a lakást. És ennek segítek. Baszd meg! Segítek a fiúra! Gyilkosok! Menjünk be! Gyilkosok! Megjünk a lakást! Béla! Béla! Fogtok oda menni tüzet oltani? Gyűjtösök! Pár napja egy másfélet lapásolt munkagyártól. Szégyeljetek magatokat! És ha nem segítünk eloltani, akkor mi jobbak leszünk? Inkább szégyeljetek magatokat! Lehet, hogy bent még a nő fölgyújtja a magatokat! Igen, ebben segítünk! Ezt nem tudta elviselni azt a szégyen, hogy őt kiteszik a házából. És remélem, látok gyújtják a házat. Ez nem szívkem! Nincs szívetek, vagy mi a jó Isten van ebben a Magyarországban? Főjétes, kíván tenni ellenem a... A búcsú levél arról szólt, hogy nem tudták elviselni azt a szinten. Nem is kell, de 4000 egy És ők sem adják a házukat. És ha oda jönnétek, meg ki fogtok oda jönni?
akkor a lányom ide fog állni. Mi a szélben a teremtő? Most már lenézhetne ránk igazán. Azért építettük a házat. Az összes együtt ránk. Hogy legyen majd nekik hol lakni. Laci, kinyitotta a gázcsapot és felgyújtott mindent. És ti ezeket véditek? Egy család elmesélik, hogy valakinek annyira fájt már, hogy a társadalom szélére sodorták, hogy képes volt nem magához. Eldobni a saját életét. Gondolkodok, hogy már felhozom, hogy micsoda erő kell ahhoz, hogy valaki a saját életét eldobja. Ezeket az embereket is taszították. Itt van! Kinyitotta a gáz! Kinyitotta a gáz! Hadd menjünk be segíteni! Ki? Az emeleten téve a gáz kinyitott. Hadd menjünk be, engedjenek be, hogy segítsünk a családnak! Csukkan a lakás! Meg várjuk! Ezt az embert engedjük be a Bélát! Senki más ne engedjenek be a Béla! Hadd menjen be, és hadd beszélje velünk! Ha nem engedik be, önök a gyilkosságban működtek közben. Csak a Béla, és én megígérem, hogy egyrészt hátralépek, és mindenki hátra megy. Engedje be legyen kerülni. Csak a Béla, hogy le tudja beszélni. Jó, kérjük már, menjünk vissza egy lépést, a Béla maradjon itt. Béla maradjon. Hadd menjen be a Béla egyedül. Hadd menjen be, hogy segítsen. Csak a Béla menjen be. Engedjék meg. Ő az egyetlen, akire hallgat. Ő a kopányzatot elnöke. Senki más nem hallgat. Csak a Béla. Értem, de a Béla le tudja beszélni. Hol a geszélt a parancsnok? Hol a geszébe van? Rajtjon be! Hol a faszba van? Köszönjátok hozzá! Köszönjük kívánat! Megjövjátok úgy lehetünk! Minden zsorolat éppen ennekkel? Kérem a sinó van? Ide tudnak mennek meg a felről állnak? Felrobadj az összes! A többi emberek éresek! Nem játszod az unkapasztunktól! Ilyen itt jönnek ide! Ahova most ezek az emberek a társadalom szélére. Nem véletlen álltunk itt a szélére. Hát az embereket elszegélyítjük tudatosan, és ezzel a társadalom szélére kerülnek. Mint ahogy a kollégáitok titeket ide kitett a szélére. Ti már nem vagytok bajtársak a többieknek. Mert ti röhögtök ezen az egész ügyön. A többiek legalább gondolkodnak rajta. Nem bírtunk meg. Ti itt röhögtök rajta. Azon, hogy valaki éppen magára akarja gyújtani a házát. Óriási. Többek vagytok, mint ez a kettő itt a szélén. Ti legalább gondolkodtok ezen. Persze, most azt gondolja, hogy persze, mert nem fizette a rezsit, érte? Nem, gyereket, nem erről van szó. Kitalálják, hogy ne tudsz fizetni a hiteledet. Kitalálják azt, hogy hogy vehessék el a házunkat. Nem mertek idejönni a mocskok. Nem mertek idejönni gyalog, és szemtől szembe lenni velünk és veletek. Mert ha megtapadnák ezt az országot nyíltan, akkor mi együtt harcolnánk. Nekem egy csillagról kevesebb van. Nálam, nekem egy csillagotok van. De amikor kimegyek oda, és hősként fogok harcolni, lehet, hogy még egy lefejjel is. Ha ezek így jöttek volna, akkor most egymás mellett harcolnánk. De ha nem így jöttek, azt felmenti őket bármi alól. Nem? Bennet őket bármi alól.